Tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, 2020-as év első Biblia óráját ki mással kezdhetnénk, mint Jézus Krisztus személyével, annál is inkább, mert ez az év szeptemberben az eukarisztikus kongresszus hete lesz, amire most már ezeken a hittanórákon is szeretnék előkészülni. Ez nem azt jelenti, hogy közben esetleg egy időszerűséget nem veszek be, de erőteljesen erre összpontosítok. És hát kiindulunk Jézus Krisztus személyéből, aki kíváncsi volt arra, hogy mit tartanak felőle az emberek. Ismerős a kérdés Fülöp Cezária környékén, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és akkor utána felteszi a tanítványoknak közvetlenül szóló kérdést, hát ti kinek tartotok engem? De ne feledkezzünk meg arról, hogy maga Jézus Krisztus is több helyütt szól arról, hogy ő kicsoda. Ezen alkalommal ezt szeretném a Szentírásból összeszedni, hogy Jézus önarcképét próbáljuk meg a Szentírás alapján rekonstruálni. De annak előtte egy kis lelkigyakorlatos füzetre hívnám fel a figyelmet, melyet Henry Bullard atya írt, az a afrikai vagy egyiptomi származású, de abszolút európai műveltségű atya, aki még magyar polgárságot is kapott. Egy ilyen című könyvet, lelki gyakorlatos könyvecskét jelentetett meg, hogy Krisztus Európa botrányköve. Ő abban a kiváltságos helyzetben van, hogy ismeri a mi mentalitásunkat, hiszen Párizsba tanult, meg Franciaországban élt, de ugyanakkor van neki egy rálátása a másik világból. És örömmel konstatáltam, hogy amit itt mond, Szent István diákonus napján hasonló formában én is megfogalmaztam. Tehát nem előbb olvastam ezt a füzetet, hanem most találtam rá. Ugyanis azt mondja, hogy Jézus Krisztus az a mai ember számára, a mai ember életstílusának teljesen ellenkező ideát mutat, sőt, így mondja, hogy botránykővé válik. És hát kiindul abból a megtörtént esetből, hogy egy idős, de nagyon intelligens idős asszonyhoz hívták őt, és a lánya azt mondta neki, hogy ha elmegy a mamához, akkor semmiképpen ne beszéljen neki a személyes Istenről, meg hogy hát Jézus Krisztus Isten fia, hanem hát általában olyan humanisztikus dolgokat, és de hát ő azért ebbe az irányba terelte a szót, és kiderült, hogy ez az idős asszony azt mondja, ha mi személyessé tesszük az Istent, az kevesebb, mint hogyha csak egy ilyen világerő vagy világszellem lenne, mert hát az Isten valami ilyesmi. Ugye a természetvédőknek a gondolatvilágában nagyon beleillik, hogy hát olyan nagy panteizmus, hogy hát valami van a természet és a világ egyetem mögött. Na már most ő aztán beszélget vele, és mondja neki, hogy hát akkor hogy alakul ki, ha minden személytelen ebben a világban, minden szinte csak egy ilyen biológiai vegetáció szintjén él, hogy alakul ki a személyi. És hát azért eljutnak odáig, hogy azért valamit megsejtett az idős hölgy is, és hát Jézus Krisztusnak az Istennel egyenlő és szoros kapcsolatát is valamiképpen hát kezdte megsejteni. És azt mondja, miért botránykő Jézus Krisztus személye? Mert ő azt mondja, hogy ez az élet, ez másokért való létnek kell lennie, de még olyan formában is, hogy vállalni kell a nehézségeket, a keresztet, hiszen ő életformájában ezt élte meg, így mondja,
Szent Pál apostol, hogy kiüresítette magát. Vagyis az isteni lét, amikor fölvette az emberi természetet, az egy kiüresedés volt számára, és vállalta ezt az alacsonyabb rendű életformát. És az a élet, szemlélet, amiben Jézus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ez nagyon távol áll az európai embernek a gondolkodásától, hiszen gondoljuk ilyenre, hogy milyen reklámok vannak, hogy kényeztesd magad. De számtalan ilyen reklámmal találkozhatunk, hogy kényeztessük magunkat. Ez a wellness kultúra így mondja, és ahogy mondtam, hát itt volt az én összetalálkozásom gondolatban Harry Bulláddal, mert Szent István diákonus napján azt találtam mondani, hogy a wellness kultúrában élő embernek nagyon idegen az, hogy valaki odaadja az életét Jézus Krisztusért. És hát valaki ezt hallotta, bizonyára vendég lehetett itt, mert a Persejbe betettek egy olyan cédulát, hogy ő itt volt karácsonykor is misén, de egy wellnessből jött ide. Hát tisztelet neki, hogy tényleg van bizonyára ilyen ember is. De hát azért a többségnek nem ez az élet szemlélete, illetve hát az még az csak egy ilyen alsó szintű Krisztus követés, hogy na hát van egy nagy ünnep, elmegyik a templomba. És azért mondja, hogy botrány köve, hogy egy egészen más élet ideát hozott Jézus, ami az európai emberbe krisztofóbiát, Krisztus ellenességet váltott ki. Hogy ne is szóljunk róla, és semmiféle ilyen jelrendszer, ami még a kultúránkban imitamot megmaradt, ne emlékeztessen ő rá. Ezért, ha valakinek, mit tudom én, kereszt van a nyakába, ha karácsonkor állítanak karácsonfát, Betlehemet, akkor mások érzékenységére való tekintettel ne tegyük, és így tovább. Hogy az az Európa, amelyik a keresztény kultúra alapjain épült föl, eljutott idáig, hogy szembefordult az eredeti ideállal. Mert az Európa megmaradása a széthullott pogány római birodalom után csak a kereszténység segítségével maradhatott meg. Na most ezek után azt mondjuk, hogy ha mi így állunk hozzá, akkor mit mond Jézus ő önmagáról? Mert ő ugyan föltette nekünk a kérdést, nem minthogyha nem tudta volna, hogy mit gondolnak felőle az emberek, hanem hitvallásra akartak késztetni az apostolokat. Az köztudott, hogy azáltal, hogy valaki megfogalmaz valamit, akár egy érzést, akár egy hitvallást, akár az életszemléleteit, nem csak, hogy pontosabbá válik számára, hanem meg is erősödik benne. Ezért akarta azt Jézus, hogy mi mondjuk ki, hogy kicsoda ő. Majdnem olyan ez, mint hogyha a gyerek csak úgy sejtené, hogy mi az, amiről neki számot kell adni. Tehát azáltal, hogy ő kényszerítve van a felelésre, azaz arra is jó, nem csak az osztályzásra, hanem hogy ő maga is megerősödjék benne. Na most Jézus az evangéliumban szétszórtan mond önmagáról egy-egy kijelentést, ami általában ószövetségi Biblia vonatkozású, vagy azzal kapcsolatban van. Legtöbbször azt mondja Jézus, hogy
ő az ember fia. Ezen hát lehet azt is érteni, hogy hát olyan vagyok, mint egy ember. Mert ezt is jelenti, hogy én is egy ember vagyok. De ugyanakkor ezt az emberséget összehozza azzal a gondolattal, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. És akkor megmondja, hogy a vénektől. Az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. És hogy ő jellé válik, mert azt mondja az Ószövetségi Biblia alapján, hogy amint Jónás jel volt a niniveiek számára, ugyanúgy lesz az ember fia jel halálával, föltámadásával a mai és a mindenkori emberek számára. Tehát egyrészt van ez az ember fia, aki általános embert jelent, hogy eszik, iszik, elfárad, nincs hová lehajtani a fejét, de ugyanakkor fölülemelkedik, de nem úgy, mint egy szuperember, hanem az istenségével kapcsolt természete megsejteti azt, hogy ő kicsoda. És hát ott van a próféta szó. A próféta az nem jövendő mondó elsődlegesen, hanem aki Isten nevében beszél, aki kinyilatkoztat, mert ezt mondja az Úr. Olvassuk a ószövetségi prófétáknál. Ha így vesszük, Jézus a próféta, aki végső szava az Istennek. Sokszor és sokféleképpen szólt Isten a próféták által, a végső időben fia által szólt. És hát ő magára vonatkoztatja, ugye közmondásossá vált, hogy sehol sincs kisebb becsülete a prófétának, mint saját hazájába. Ezt akkor mondja, amikor nem fogadják be a názáretiek. Vagy azt mondja, amikor előre gondol a jeruzsálemi megöletésére, hogy nem veszhet el próféta a Szentvároson kívül. Tehát ő úgy tartotta magát prófétának, hogy ő hitelesen közvetítette az Isten üzenetét. És aztán ott van a messiás szó. Kifejezetten nem mondta magára, hogy én vagyok a messiás. Még a perében is mondják neki, hogy messiás vagy, meg király vagy te. Akkor azt mondja, te mondod. De vajon miért nem? Azért nem, mert ő attól tartott, hogy az a politikai messiás kép, ami nagyon elterjedt volt a zsidóknál, az vele azonosítható lesz, már pedig ő azt nem akarta. Ugye volt az a várakozás, hogy lesz majd egy nagy dávidi királyság, minden visszaáll, és ennek a messiás lesz az ura. Ő nem így gondolkodott. De ugyanakkor az izaiási jövendőlést a prófétai szó, vagy a messiási voltról, hogy elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és akkor ott felsorolja a názáreti zsinagógában, hogy kikhöz van küldetése a messiásnak, mert az Úr lelke fölkent engem, hogy megvigyem az öröm üzenetet, hogy meggyógyítsam a megtűnt szíveket. És aztán összehajtja az írást, és akkor azt mondja, most beteljesedett. Tehát egyértelmű utalás, hogy az a izaiási jövendőlés, az őrá vonatkozott. Ugyanakkor félt attól, hogy őt olyan messiásnak hívják, mint ami abban az időben politikai színezetű felszabadítót jelentett. Ilyenek voltak a zelóták, akik, ugye innét buzgó szó, akik kiprovokálták, lehetne azt mondani, a rómaiak közbeavatkozását, Jeruzsálem pusztulását, mert azok olyan messiást vártak,
ami ma, vagy aki majd minden hatalmat egy kézben birtokol. Aztán Isten fia, ezt se fogadja így közvetlenül el. Tehát nem mondja rögtön, hogy én Isten fia vagyok, főként nem mondja úgy, mint ahogy mi a nagy hiszekedjben mondjuk, mert nem is lett volna érthető, hogy én vagyok a világosság, a világosságtól valóságos, Isten a valóságos Istentől. De ez az Isten fiúi öntudat, hogy ő az atya házába kell, hogy legyen, ez már 12 éves korában benne volt. Sokan azt mondják, főként ilyen szekták, hogy ez volt például a ókor egyik keretnegsége, például a nesztorianizmus is, hogy Jézus közönséges ember volt, de a kereszteléskor a lélek megszállta, és onnét Isten fiának tartotta magát. Az ott egy külső megerősítés volt. De ő mindig is azt mondta, hogy hát ő az atyának a gyermeke. Az atya házába kell lennie. És még van egy ilyen példázata Jézusnak a gonosz szőlőmunkásokról. Amikor Jézus arról beszél, hogy az üdvösség történet hasonlít ahhoz a szőlős gazdához, aki elküldi a szolgáit, hogy itt a termés, itt van a szüret ideje, adják meg neki az, ami a gazdának jár. És ugye szolgákat egymás után megverik, megölik. És azt mondja Jézus, és végül saját fiát küldte, akit megölnek. Itt az örökös. Ez az ő Isten fiúi öntudatára utal ebben a példázatban, hogy a küldöttek a proféták sora után, ő az, aki legvégsőnek jön, sőt is megölik. Az Isten fiúi öntudata, és hát az, hogy ő többször atyának szólítja az Istent, méghozzá nagyon bensőséges formában, ami nem volt szokás abban az időben, még a liturgiában sem. Szóval érdekes módon, hogy szolgának is mondja magát. Amikor ott van az utolsó vacsora termében, megmossa a tanítványok lábát, és akkor azt mondja, én úr és szolga vagyok. Hogy ő az életében a szolgálatával az emberek üdvét és javát akarja. Vörös Sándornak van egy verse, hogy pontosan nem tudom mit idézni, hogy hát egyetlen szolga van csak az Isten ebbe a világba, ki megteremtette ezt a világot, hogy sok uraság van, de egyetlen szolga valójában csak az Isten. Hogy ő benne volt ez a lelkület, hát épp most jön Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, és beáll a bűnösöknek a sorába, holott ő nem az. Akkor mondja azt, hogy ennek se, annak se, amannak se szólítsatok az senkit a földön, még azt mondja, még tanítónak sem, ettől függetlenül ugye tanítónak nevezzük a pedagógusokat, hanem azt mondja, mert egyati tanítótok a Krisztus. Na most ez az egyati tanítótok, ez úgy érthető meg, hogy a zsidóság tanítója Mózes volt. Ő volt a legnagyobb tanítója a zsidóságnak. A proféták is azok voltak, de olyan, mint Mózes, egy sem volt. Ezért is mondják őket Mózes vallásúnak. Megkapja a kinyilatkoztatást, és továbbadja. De itt is van egy Isten fiú öntudat, hogy eddig Mózes volt, de mostantól egyeti tanítótok a Krisztus. És ugyanakkor mesternek is mondja magát,
hiszen mikor megjövendőli az üldözést, akkor azt mondja, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Tehát ilyen nagyon hétköznapi és egyszerű képekkel mondja magát valakinek, hogy ő a mester. Aztán hát vannak közvetett utasításai is, vagy utalásai Jézusnak arra vonatkozóan, hogy ő kicsoda. Isten üzenetének a tolmácsa, azt mondja, amit az atyánál láttam, hallottam, azt adom tovább. Ez János evangéliumánál van. Olvasható, hogy ami az atyának a bölcsessége, szentsége, az általa, mint tolmácson keresztül érkezik el az emberekhez. Ezért is mondja magát a Biblia szuverén értelmezőjének. A proféták korával megszűnt a kinyilatkoztatás folytatása. És onnétől kezdve jöttek az írás magyarázók, a rabbik. Nem is volt proféta, ezért volt nagyon nagy újdonság keresztelő Szent Jánosnak a megjelenése. Mert a zsidóságnál már 300 évvel annak előtte nem volt profétai hang. Történelem volt, makkabaisi harcok, volt bölcsességi irodalom, prédikátor könyve, Jézus Irákfia könyve, bölcsesség könyve, de profétai hang az megszűnt. Na most ekkor jöttek az írás magyarázók, és mindenféle iskolák alakultak, Hillérnek, meg más rabbiknak, akik a kényes helyeket magyarázták. És ezek az iskolák kitermelték a egzegétákat, mondhatnánk így, akik különböző glosszákat írtak hozzá a Bibliához. És akkor egy ilyen rabbi iskolában illett ismerni, hogy ez a rabbi, a Sammai rabbi ezt mondta, Hillél azt mondta, Emez azt mondta. Jézus ezt megszüntette. Azt mondta, hogy én pedig mondom nektek. Szuverén értelmezőinek mondja magát az Ószövetség Bibliájában. Hát akkor is, amikor kiválasztja két fő parancsot. Van 613, de azt mondja, ez a kettő. Isten szeretet, ember szeretet. Mert mondhatta volna azt, hogy két fő parancs, ne gyilkolj, meg ne káromkodj. Nem. Isten szeretet, ember szeretet. Aztán, amikor épp ez a gondolkodásmód, ami a Bibliát ilyen csepűrágóknak a terévé tette, hogy ez ezt mondta, az azt mondta, mikor lehet várni, mikor lehet, mit tudom én, valami törvényt megszegni, milyen esetekben, akkor azt mondja, kezdetben nem így volt. Egyszerűen lesöpri ezeket a véleményeket, én pedig mondom nektek. És megnézhetjük a hegyi beszédbe, ott minden, én pedig mondom nektek, visszamegyünk a kezdetre. Szuverén értelmezője a Bibliának. És még az Ószövetségből is van, mikor kihagy. Van, mikor hozzátesz, mikor idéz. Hát például ott van az épp előbb is példaként hozott názáreti zsinagógában kinyitott tekercs, azt mondja, az Úr lelke rajtam, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, ismerjük. Hirdessem az evangélium, a jó hír üzenetét. Így folytatódik a Bibliában, és Isten bosszújának a napját. Elhagyta. Ezt nem mondja. Csak az, hogy a jó hírt, és nem az Isten bosszúját. Mert ha két mondattal tovább mondja, akkor ez is benne van. Tehát szuverén módon idézte az Ószövetségi Bibliát.
Aztán magát orvosnak mondja, három orvos van itten. A test és lélek orvosának is mondja. Ugye mikor mondják neki, hogy tudom, te azt mondod, orvos, gyógyíts magadat. És akkor Jézus mondja, igen, gyógyít, testi gyógyításokat, és azt mondja, hogy én Isten ujjával űzök ördögöket, hogy a lélek tisztulását hozza. És mi az Isten ujja? Szóval az Isten ujjával űzök ördögöket. A Szentlélek. Ugye úgy is mondják, hogy a Szentlélek ugye kép, hogy új az Isten jobb kezén, a Szentlélek. Hogy én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket a megszállottakból. A Szentlélek erejével. És én vagyok éppen ezért a léleknek is az orvosa. A megtört szívűeket is megvigasztalom. De ugyanakkor a testnek és a léleknek is az orvosa. És érdekes módon, hogy mikor a bocsánatról szól, hogy ott van egy bűnös asszony, vagy más esetekben, akkor nem azt mondja, hogy én megbocsátottam a bűnödet, menj, fogd az ágyadat, Isten megbocsájtotta a bűnödet. Isten bocsánatát közli, mint ember, de ugyanakkor ő Isten fia, egy az atyával. Azt mondja, jól mondjátok, megbocsátani a bűnöket csak Isten tudja, nem az ember. Mert ugye szemére vetik, hogy te hogy bocsáthatsz meg? Nem én, az Isten. De ekkor ugye ő nem tárta fel a teljes lényegét, hogy isteni személye és természete tette lehetővé a bűnök bocsánatát. Ugyanakkor ugye mi mindig ilyen vásári, kifestett Jézusokat látunk sokszor képen. Nem tudom elviselni azt, amikor megyek vidéki templomokba, most is voltam, ki van téve gyönyörű szép oltárkép, és az oldalfalon meg a megunt vásári kép, amit bevittek, mert ugye a nagyszülőké volt, és beviszik a papnak, nem akarjuk szemétre dobni, behoztuk ide. Az még jámború kiteszi, hogy ott a Szűz Mária galambok közt, meg ott a szőlő, meg a Szent József fűrészér, meg a kis Jézus. Nem ilyen volt Jézus. Ugye? Tehát Jézusnak volt önérzete. Rosszul szóltam, bizonyíts be. Ha nem, miért ütsz engem? Tehát, ugye a szelíd és alázatos Jézus tudott kemény és határozott is lenni. Ugyanakkor egy hivatásos és céltudatos vezető volt. Tehát nem úgy indította el az ő tervei szerint az Isten országát, hogy hát majd lesz valahogy, hanem kijelölte a célt, még emberekre vonatkozó módon is. Akkor azt mondja, amikor fiatal voltál, fölövezted magad, oda mentél, ahova nem akartál. Most oda mész majd, ahova én akarom, Péternek mondja. És akkor azt mondja Péter, hát ő vele mi lesz, a Jánossal? Azzal te ne törődj. Az az én dolgom. Te kövess engem. Tehát, hogy így mondjam, egy ilyen határozott vezetői attitűddel át a tanítványokhoz. Tehát nem az, hogy majd lesz valahogy, hanem volt benne egy komoly elképzelés. Ugyanakkor, hát ő embermentőnek is mondja magát, hogy az emberfia nem azért jött, hogy valakit elveszítsen, hanem hogy megmentsen. Tehát ez mindig benne van, az a proexisztens lét, hogy ő megmenteni jött. A legszebb mondata a Szentírásnak, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, ott utána úgy folytatódik, hogy nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. És ott az ítélet azt mondja, hogy nem én ítélem el, az általam tanított tanítás fogja elítélni, és az atya előtt lesz elítélve az ember. Ő a megmentésért jött ide közénk.
Ugyanakkor mondja magát vőlegénynek is. De itt ekkor már az egyházára gondol. Mondják neki, hogy hát hogy van az, hogy János tanítványai böjtőnek. Megtartják szigorúan a törvényt, a tieid meg esznek, isznak. Azt mondja Jézus, nem böjtől lett addig a nász nép, még itt van közöttük a vőlegény. Az pedig ő. A nász nép, amiből majd lesz az egyház. És ugye ebből fejti ki Szent Pál azt a tanítást, hogy az egyház az Jézus jegyese. Krisztus titokzatos testében Jézus jegyese az egyház. Nem özvegye, hanem jegyese. Ugye az özvegy az birtokolja az elhunyt fér vagyonát. Azt csinál, amit akar. De a jegyes az nem úgy van. Annak azt kell tenni, amit a vőlegény mond. Na most ő vőlegénynek mondja magát az egyház jegyese mellett. Ugye innét veszük aztán azt a teológiai okfejtést, hogyha a pap képviseli az oltárnál Jézus személyét, akkor annak férfinak kell lenni, mert ő a vőlegény, nem a jegyes. És annak, aki képviseli őt az áldozat bemutatásánál, annak férfinak kell lenni. Aztán gyakori Jézusnál az én vagyok szó, a János evangéliumában. Ez nem csak azt jelenti, hogy egyes szám első személy, hanem az is benne van, hogy az ószövetségi én vagyok Isten személyével azonosítja magát. Amikor a égő csipkebokornál kérdezi Mózes, ki vagy te? Azt mondja, én vagyok, aki vagyok. Az az Isten, aki mindig volt, van, lesz, aki örökké van, aki velünk van. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Ugyanaz vagyok, aki az Atya. Tehát ebben is benne van az Isten fiúi öntudata. És hát a teológia, ugye ennek egy mélyebb dimenzióját a Szent Háromságos Istenben látja meg. Kodolányi nagy regénye, az én vagyok, az éppen erről szól. Ugye a Jézusról, Júdás szemszögéből, de ugyanakkor ő én vagyoknak mondja magát. Borzasztó. Minek mondja még magát Jézus? Kenyérnek. Amikor a csodálatos kenyérszaporítás volt, akkor ugye mond egy nagy beszédet. Többször történt kenyérszaporítás. Egyszer volt is egy olyan, hogy sopánkodnak a tanítványok, most mi lesz? Azt mondja, nem emlékeztek rá, amikor 5000 embert megvendégeltem? Hogy milyen hatalommal tettem? Ezt most is megteszem. És ekkor ugye elmondja ott János evangéliumában az élet kenyeréről szóló beszédet, hogy nem értenek. Mert hogy én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek. Mégis meghaltak. Aki engem eszik, örökké élni fog. Ezt kiütötte a biztosítékot a zsidóknál. Na most itt vagyunk az élet kenyerénél, ami végül is ugye az eukarisztia, amiről majd fogunk hallani ebben az évben nagyon sokat, még már hallottunk is, hiszen az eukarisztikus kongresszusra készülünk. Tehát itten ugye már is van két réteg. Egyrészt az, hogy ő adta a csodálatos kenyérszaporítással a népnek a kenyeret, de már mindjárt átviszi abba a gondolatvilágba,
ami majd az utolsó vacsorán következik be. Ez az én testem, mondja a kenyérre. Ugye? És így lesz ugye az élet kenyere, ami számunkra a leghathatósabb szentség. Mert minden szentség valamiképpen Istennel találkoztat bennünket. Legyen az keresztség, birmálás, betegek kenete, házasságkötés, papszentelés, de az eukarisztia a leghathatósabb módon, hát azt mondja, hogy ez én vagyok, mondja az Úr Jézus, az élet kenyere. És hát az a eukarisztikus imádság, amit itt imádkozunk, az is erről szól. Így van, hogy mennyei atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust fölismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Ez a kongresszus, tehát nem egy szent dolognak az ünneplése, nem egy szentelménynek az ünneplése, hanem Jézus Krisztusnak. Tehát a eukarisztikus kongresszus nem más, mint Jézus ünneplése. Itt volt, aki kiakadt, hogy találkozzál Jézussal Budapesten, és akkor jöttek, hogy micsoda dolog ez. Hát az eukarisztikus kongresszus az nem egy sátoros ünnep számunkra, hanem a szentségi módon itt maradt Jézus Krisztusé. Tehát, ha belegondolunk, ezt minden keresztény felekezet ünnepelhetné, ha úgy gondolná el, ahogy mi hisszük, mert ez Jézus ünneplése. Majd erről szólok, úgyis jön az ökumenikus hét, hogy ugye a protestánsok is, főként az evangélikusok, akik nagyon közelinek akarják a katolikusokhoz magukat érezni, úrvacsora évét hirdettek. És gondolatok vannak minden vasárnapra. Majd ebből fogok idézni. Tehát, amikor mi az eukarisztikus kongresszust itt célul kitűztük, ez nem más, mint Jézus Krisztus ünneplése. Mert nagyon-nagyon nagy szükség van rá, hogy Krisztus ne Európa botránköve legyen, mint ahogy Henry Bullard tényleg reálisan megállapítja Európáról, hogy elhagyta a Krisztus hitét. Mert ugye abban a szóban, amikor azt mondjuk, hogy keresztény Európa, abban az van, hogy Krisztusi Európa. Tehát hol vannak már attól? És ezért is kell egy ilyen nagy ünneplés összejövetel, hogy fölrázza a világot, és visszavigyen bennünket a forráshoz. Ugye minden forrásom belőled fakad, ugye innét van. A jelmondat, ugyanis ez a kongresszus a keresztény embernek azt az akkumulátorát keresi meg, ami mindig erőt ad, és ez a szent áldozás. Zsoltárból van kivéve, de az eredeti Zsoltár Jeruzsálemre vonatkozott. Mentek a zsidók, zarándokoltak Jeruzsálem felé, és akkor rázendítettek arra, hogy minden erőnk ebből fakad, minden forrásunk innét
Jeruzsálemből, hogy annak van egy része, a Sion hegye, és azért is a zsidóság számára az a legszentebb hely. Abból van a cionizmus is, a Sion hegyéből, hogy ők oda mennek vissza, de mi keresztények nem Jeruzsálemre gondolunk, hanem Jézus Krisztusra. Ő lesz számukra az eukarisztia által maradandó és az üdvösség történetet végig kísérő forrás. Úgyhogy hát volna egy házi feladat, hogy azon gondolkodjunk el, ha nekünk föltennék a kérdést, akár barátaink, vagy egy újságíró, hogy mit tartunk mi Jézus Krisztusról, kicsoda nekünk, akkor mi mit válaszolnánk? Mert meg kell tudni mondani, Jézus azt mondja, hát ti kinek tartotok engem? Én mit válaszolnék? Ezek a szempontok, amiket itt én felolvastam, arra jók, hogy, vagy elmondtam, arra jók, hogy hitelesebb képünk legyen Jézus Krisztusról. Ez a Harry Bulád atya azt mondja, hogy az a baj a Európának, hogy legfeljebb csak ilyen elméleti, lexikális ismerete van Jézusról. Mert hát azért valamit hallott. De nincs átélt hittapasztalata. Így mondja, hogy misztikus élménye. Hát én óvakodok ettől a szótól, de attól nem, hogy átélt vallásosság és hit, arra nagyon nagy szükség van, hogy mi úgy higgyünk, hogy a számunkra egy belső meggyőződés legyen. Hát arra szolgál ez az előttünk álló esztendő, hogy ezt a hitet, Jézus Krisztusba vetett hitet elmélyítse. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.